A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Vendégem András Krisztina, tehát sportközgazdász szakról fogunk beszélgetni az Óbudai Egyetem keretében. Azt hiszem, ahogy szeptemberben beszámoltunk róla, elindult egy új folyamat, egy olyan folyamat, ami azt hiszem, hogy előre visz egyik oldalról, másik oldalról pedig megerősítést nyújt minden olyan fiatalnak, aki így képzeli el a jövőjét, beleértve természetesen a sportolókat is, hiszen egyszerűen kívánalom most már, hogy egy egyetem felkínálja azt a lehetőséget a sportolóknak, hogy kiteljesedjenek, hiszen nem csak a sportpályafutás, hanem az azt követő időszak is rendkívül fontos. No, hát akkor megbeszéltük, hiszen itt volt Gergely István, a legendás kétszeres olimpiai bajnok vízilabdakapusunk, és itt volt Milák Kristóf. Hát Kristófról nem beszélünk, mert hogy az elmúlt időszakban eltűnt, ha úgy tetszik, és ez nem dolgunk, hogy megfejtsük ezt a rejtélyt, viszont ez egy nagyon-nagyon fontos lépcső volt. Ha egy kicsit visszatekintünk, akkor hogy vált be? Igen, amit felhoztál, ezzel debütáltunk, tehát valóban a sportközgazdász mesterszak nem teljesen új, de ebben a formában megújult tartalommal és oktatási módszerrel az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Karán 23. szeptemberében indult el az új évfolyam, és az első debütáló programunk az rögtön egy gyakorlatias, ugyanakkor tudományos kutatók éjszakája program volt, ahol rögtön két olimpikont fogadtunk, így vissza is gondoltam, hogy a teljes fél évben összesen hány olimpikonnal találkoztunk. Ha jól emlékszem, akkor még kettő olimpikon járt a kampuszunkon, vagy kötöttünk együttműködési megállapodást, úgyhogy a fél évre jutó olimpikonok számában is azt gondolom, hogy erős a szak. Ugye úgy mondtad, hogy sportoló és az oktatás, hát az is egy nagyon fontos újdonság az Óbudai Egyetemen, hogy legyen az alap vagy mesterszak kötelező a testnevelés. És én ezt nagyon fontosnak gondolom, és azért is terjesztettem ki az alapgondolatot a kettő sportolói karrier mellett, hogy bizony az egyetemen sportolási lehetőséget biztosítunk a hallgatóknak, és ők ezzel élnek is, tehát kötelező testnevelés is van. Ez is egyébként új a szakértés életében, legyen az alap vagy a mesterszakon egyaránt. Ez megerősítést jelent ám nekem, mert én azt vettem észre, hogy a mai fiatalok kevés kivétellel csak nagyon-nagyon a szabad idejükben hajlamosak arra, hogy bármely sportot kitaláljanak, teniszeznek, futnak, úsznak, ez eddig rendben van, de hogy ezt rendszeresen teszik vagy sem, akkor ez egy fontos lépés. Bizony, ráadásul, hogyha generációkra tekintünk rá, akkor egy még színesebb kép adatik, illetve hogyha a korosztályokra nézünk, akkor nagyon sokszor az egyetemi évek, azok valóban visszább hozzák akár az aktív sportolásnak a lehetőségeit. Én ebben hiszek, hogy az infrastruktúra biztosítása, mert pedig ugye, hogyha Fehérvárra gondolsz, akkor azért a kültéri létesítmények nagyon-nagyon sok helyen megújultak, és valóban, hogyha egy futókör nyílik, akkor futni kezdenek az emberek, tehát ennyiben azért városunkban nagyon-nagyon klasszak a lehetőségek, de valóban a kötelező testnevelés az azt gondolom, hogy egy nagyon fontos lépés, amelyet tehát most már nem csak a közoktatásban, hanem lásd a felsőoktatásban is követnek egyetemek, így az Óbudai Egyetem ebben mindenképpen élen jár, így a szakéletébe is bekerült. Hogyha visszatekintek a szakmai tartalmakra, ugye debütáltunk egy nagyon erős kutatók éjszakájával, és nagyon új tantárgyakkal akár, de a tantárgyainkat végig három fókusz jellemezte. Az egyik a gyakorlatorientáció, hiszen Fehérvár a duális képzések központja, és ebben a sportközgazdász is ebbe csodálatosan beleillik. Másrészt a jövőorientáltság, ebben például kapcsolódik az, hogy innovatívak ezek a tantárgyak, vagy akár tartalmú van a
változtatás vezetésre fókuszálnak, és a vállalkozás szemlélet is, hogy a hallgatóink, hogyha kikerülnek a munkaerőpiacra, legyen az hazai vagy nemzetközi karrierben, akkor is ők mindig vállalkozó szemléletűek legyenek. Ehhez kapcsolódtak nagyon szépen tantárgyak, például a sportvállalkozások gyakorlata, ahol mindenképp látókér bővítés céljából nem csak a hivatásos sportra tekintettek rá a kollégák, hiszen a hallgatóink ezt is elmondták a rövid videók felvételében, hogy nagyon sokat számít nekik, hogy azt érzékelik, hogy itt a kollega és ők és a tanárok egy kollegális viszonyban vannak, mentorális, kollegális viszonyban. Szabadidősportra áttekintettek hivatásos sportterületén levő vállalkozásokat itt. Amikor áttekintik, akkor ez azt is jelenti, hogy mi valóban elmegyünk fizikailag, és akkor hirtelen elhagyjuk a tantermet, helyszínen vagyunk, illetve gyakorlati előadók mondják el az elméletben olvashatóknak a gyakorlati buktatóit. Ezek kivételesen fontosak, azt mondom, de menjünk sorban, javasolnám, hiszen a gyakorlati ismeretek átadása, az interaktivitás és a helyszíni tapasztalatszerzés rendkívül fontos. Ugye egy létesítmény menedzsment kurzushoz kapcsolódik ez, és számtalan olyan látogatás volt, ami azt hiszem, hogy előre visz mindenkit. Hiszen kívülről látni valamit korántsem ugyanaz, mint hogy belülről megismerni, és ráadásul előadások keretében még inkább elsajátítani, hogy mit lehet egy létesítményen belül tenni ezért. Menjünk el először talán, ahogy ti is, az Albarégia sportcsarnokba. Ez egy nagyon nagy álom volt, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy megvalósulhatott, hiszen ez egy fontos pillérünk, hagyománya a szaknak, hogy az Alba Régia sportcsarnokba kezdünk, aztán amikor végzünk, akkor a végzős gálánk is itt van. Elnök úr szokott nekünk előadást tartani, ami nagyon fontos, hiszen egy olyan csarnoknak nézhettünk utána, amelyek ugye meghatározott időben épült, aztán ugyan átesett egy fejlesztésen, de akkor is determinálja, hogy hol van helyszínileg, milyen parkolási lehetőségek kapcsolódnak hozzá, illetve mik a létesítmény adta lehetőségek. Tehát mindig így indulunk el, ezt szoktam mondani, hogy akármennyi idős valami, akkor is a hagyományok letevésének egy nagyon fontos pillére, tehát ez mindig a létesítményi menedzsment első helyszíne. Utána időben ugyan később, de Fehérváron további létesítményekbe lehettünk. A nagy álom az Alba Aréna megtekintése volt. Ez a hallgatóktól is megfogalmazott, meg bennem is, mert kicsit azt érzem, hogy ahogyan az aréna fejlesztődik, átadásra kerül, és utána belakjuk, gyakorlatilag ez az évfolyamnak is a kezdete, és ugye majd aztán, amikor 3,5 év múlva végeznek, akkor egy picit ezzel a létesítménnyel az ő koruk is összekapcsolódik. Ez egy hatalmas élmény volt, hiszen egy különleges multifunkcionális csarnokról van szó, mind a fejlesztésében olyan novumokat tartalmaz, amelyek majd aztán a működtetésében is különleges lehet. Belül megközelíthetőség minden együtt van. Meg én azt gondolom, hogy eddig nekem Veszprém volt a példa, mármint a hasonló kategóriájú csarnokok közül, de rácsodálkoztam én is. Nem csak a külső szépsége, tehát én azt hiszem, hogy építészeti tervezői bravúr, hanem az a sokszínűség, ami majd, amikor birtokba veszik, jellemzi az egészet. Hát már most nagy öröm, hogy mögötte lehetünk, hogy átadásra került az útvonal, hiszen ott megnyitásra kerül egy teljesen új ipari zóna, illetve a városban lakókat is segíti azzal, hogy a közlekedés és a logisztika leegyszerűsítik és rövidül. Tehát megint egy komplex beruházásról van szó. Ezt megint nagyon fontosnak tartom, hogy a hallgatóink mindig makrogazdaságilag és úgy gondolkodjanak, hogy több ez, mint egy sportlétesítmény, hogyan szolgálja egy városnak a lüktetését. Vannak további állandó elemek, hiszen azért mi alkalmazkodunk hallgatók érdeklődéséhez. Ugye ez egy pici létszámú szak, amelynek azt gondolom, hogy az is a sikere, hogy valóban tehetséggondozás történik, és a hallgatóink egy része az a futballnak elkötelezett híve, ezért mindig egy fontos pont a futballstadionok világának a megtekintése, és azért mi ebben a kurzusban megyünk mindenfele,
az országban. Így néztük meg a futballstadionok világát két teljesen más létesítmény aspektusából. Így a Szusza Ferenc stadionba jártunk, illetve a Groupama arénába. Ugye az utóbbi összevethetetlen bizonyos létesítmények, ez a fővárosnak egy nagyon frekventált helyszínén van, ugye egy olyan csapatnak azai mérkőzései, ami ugye mást jelent a futball világában. Itt is nagyon érdekes volt, mert egy teljesen új aspektusból néztük meg a létesítményt. Mostanában nagyobb fókusz kell kapni a biztonságnak. Tehát azt néztük meg, hogy maga egy létesítmény hogyan tudja szolgálni azt, hogy minden értelemben biztonságban legyenek. Mit tapasztaltatok? Mert hogy azt nagyon is jól tudjuk, hogy a Szusza stadionban most már a mennyiség, már mint a közönség, az megcsappant alaposan. A Groupamában viszont az egekben van. És bizony kapcsolódik ehhez a marketing, ugye három pilléren alapult az ottlétünk, egyrészt egy ilyen üzemeltetési biztonsági, másrészt szó esett a marketing és a létesítménynek a kapcsolatáról, a harmadik pedig az esemény szervezés. Tehát valóban ilyenkor a létesítmény túra mellett olyan szakemberek tanítanak minket, akik akár alul is szólnak, hogy egy-egy mérkőzés napi mérkőzéshez kapcsolódó marketing tevékenység, milyen komoly munka van a mögött, hogy megnyerjük a nézőket, és minél nagyobb teltház mellett menjenek ezek az események. Tehát ez is egy fontos pillér. Visszatérő helyszínünk a budapesti honvédese, ahol, tehát nem a futball, hanem a nagy honvéd, mostán 21 sportággal és további disziplinákkal. Szintén egy nagyon érdekes helyszín lehet, hiszen folyamatosak a fejlesztések. Ráadásul ezeket a létesítményeket azért a 20 márciusában elindult COVID, majd pedig ugye a 22 februárban elindult energiaárak változása, azért nagy kívások elé tették, ezért mostanra a képzésünkben ezek is fontos szerepet kapnak, egy létesítmény üzemeltetésben hogyan lehet energetikailag hatékonyan működtetni, úgyhogy ezért a szakemberek, mikor megosztják a hallgatóinkkal a tapasztalataikat, akkor az a reményem, hogy amikor majd ők vezetők vannak, akkor már olyan vezetői módszerekkel, illetve tapasztalatokkal gazdálkodhatnak, amelyet már mások megosztottak velük. Úgyhogy a létesítménymenedzsment kurzusunknak talán elmondtam minden helyszínét és pillérét, ahol járhattunk, hatalmas élmény volt. Nem csak az élmény okán kérdezem, hanem azért is, mert ugye tudomásul kell vennünk, hogy a felgyorsult a világ, a 21. században most már a stadionok is 21. századiak kellenek, hogy legyenek, és nyilvánvaló ezeknek a hasznosítása az rendkívül fontos gazdasági kérdés, egy klub büdzséjét meghatározza, hogy nem csak a szereplésük, hanem egyáltalán miként tudják kiszolgálni a szurkolókat. Majdnem kihagytam, és azért és a legfontosabbat még szeretnék rákérdezni, ami nekem a legfontosabb, ugye nem baj most? Dehogy is. Sukkoró. Sukkoró számomra azért fontos, mert ugye a mi életünkben, az én korosztályom életében ugye két csoda van, Kovács Kati és Kovács Katalin. Most igen, tehát én nem az énekesről kérdezlek, hanem a Kovács Katalin által menedzselt evezős klub, kajakkenusz. Ugye úgy van, hogy Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia. És valóban ez is, nem is tudom, mert annyi habatortám volt, hogy őszinte legyek ebben a idei félévi kurzusban, de valóban hatalmas élmény volt Sukkoron lenni. Ez egy visszatérő helyszínünk szokott lenni, hogy megnézzük a kajakkenu sportágnak a létesítményeit és fejlesztéseit, de itt most társadalmi elnök úr, aki egyben a helyettes államtitkár Schmidt Gábor annak a lehetőségét kínálta számunkra, hogy nézzük meg a szintén még fejlesztés alatt levő Nemzeti Kajakkenu Akadémiát. Jó férként megtettem. Úgyhogy így hallgatóink ott is járhattak, hát hogy őszinte legyek, hatalmas élmény volt, már a parkosításnál tartottak akkor az átadás, vagy a fejlesztésben, de hát sokkal több ez annál, mint hogy egy kajakkenu akadémiáról essék szó, hiszen ők is arra készülnek, ahogyan utaltál rá, hogy a jövőbeni fenntartás az több pilléren alapuljon, különleges dolgok, így magaslati levegővel lesz ellátva a két épület közül az egyik apartman lehetősége, tehát igyekeznek a sportolóknak egy olyan felkészülési vagy edzőtáborozási lehetőséget nyújtani, és itt számítanak akár ugye nemzetközi megkeresésre is, amely a világon egyedülálló. Nagyon-nagyon szépek a tervek, ugye organikus építés
lelkészeknek a munkáját dicséri, ahol a fa és ugye a víz, az egész természeti környezetnek egy nagyon harmonikus világát tapasztalhatjuk. Igen, és még menjünk el Csákvára. Megmondom, hogy miért gondolom azt, hiszen ti is jártatok ott. Azért, mert mi általában, én azt mondom, hogy sportkedvelők, labdarúgó barátok, meg pedig még inkább, nyilvánvaló, hogy az első osztályt tekintik alapnak, és az első osztály stadionjait. Na most, ha egy olyan település, mint a Fejér megyei Csákvár, ahol remek szakmai vezetéssel elérték azt, hogy immáron az MB2-nek biztos tagjai esztendők óta, és tulajdonképpen ez egy kicsi település, nagyon-nagyon fontos, hogy ők hogyan tudják otthonossá tenni, bensőségessé azt a környezetet, amiben a labdarúgók tulajdonképpen második otthonként mindig ott vannak, és a szurkolók nem különben. Itt átugrottál egy másik tantárgyra, bár ez a hallgatók számára csak két nap, egy nap különbség volt. Hétfőn jártak sportvállalkozások gyakorlata keretében, ugye az említett helyszínen, ahol szintén egy hatalmas élmény volt nekik, de nem csak amit megtekintettek, hanem a szakértői előadás, amely bevitte őket egy olyan világba, hogy lehet úgy fenntartóvá tenni, hogy szinergikusan használjuk ki a működtetésben a rendelkezésre álló lehetőségeket. Ez különösen megnyerte a hallgatóinknak a tetszését. Én másnap találkozhattam ismét velük, akkor mentünk Sukoróra, és tele voltak élményekkel, és nagyon hálásak voltak az őszinte hangvételért. Hiszen nagyon sokszor, akár egy tanteremben, vagy az elméleti irodalom, az fogalmaz, de amikor ott vagyunk a valóságban, és a mindennapoknak a tapasztalatait osztják meg velük a partnereink, azért ők különösen hálásak. És ugye még ide tartozik, amit én mindig szoktam hangoztatni, ez a harmadik missziós tevékenység. Tehát én hiszem azt, hogyha egy egyetem valahol van, vagy egy képzés valahol van, akkor annak a helyszínnek ettől jobbá kell válnia. A sportközgazdász mesterszak is akkor lesz, és akkor sikeres, hogyha azt a Fehérvár lakó, illetve a hozzánk közel álló régióban élők is azt érzik, hogy ők ebből profitálnak. Ezért nekem ezek különösen fontosak, amikor a közelben látogatunk meg partnereket, és ők osztják meg velünk a tudásukat. No, hát ha már itt vagyunk a sportvállalkozások gyakorlatán, akkor látogassunk el a Design Terminálba, ahol a hallgatók is azt hiszem jól érezték magukat, és nagyon sok tapasztalattal gazdagodhattak. Na, ez egy pesti helyszínünk, a Design Terminál egy ilyen inkubációs hub. Már eleve én tudom előre, hogy a helyszínre, hogy belépnek, ergonómiailag átgondolt, kifejezetten olyan terekben dolgoznak az ottani fiatalok, ami egy ilyen vonzó munkahely. Ráadásul workshopok keretében dolgoznak ilyenkor a hallgatóink, tehát egy ilyen nagyon izgalmas tudás átadás zajlik, amelyben mindig azt érzik, hogy olyan módszereket tanítanak meg nekik a startupok világára és az innovációra szakosodott, egyébként korban hozzájuk közel álló fiatalok, amely nagyon-nagyon inspiráló. Úgyhogy valóban a Design Terminál látogatásunk és az ott kapott módszertanak is ahhoz kapcsolódnak, amit említettem, hogy egy ilyen vállalkozás, innovatív orientált szemléletmódot szeretnénk átadni nekik. Tehát az innovatív dolgok nagyon-nagyon fontosak, tehát és ennek a kurzusnak a keretében ugye Gergely István is megszólalt, ami kivételesen fontos, mert azért azt látjuk, hogy a bizonyos értelemben a sportolók, a sportolói közegben a vízilabdások mindig kiemelkedtek. Én ezt tapasztalom, abban az értelemben. Szerintem a kapusok is, hogyha hozzátehetem. És a kapusok is. Igen. Hiszen ők azért magányosak a vízilabdában is. No, és Gergely Istvánra ez különösen vonatkozik klubvezetőként, és hát felkészült szakemberként is. Én ővele nagyon elfogult lehetek, mert hála Istennek nem csak szurkolóként követhettem azt a kiemelkedő pályafutást, ami a vízilabdában őt övezte, hanem hallgató és tanár viszonyba, tehát fajta mentorált és mentor viszonyba is lehetünk, de ezek mostanra már úgy van, hogy oda-vissza tanulunk. Őt mindig nagyon nagy alázat jellemezte a tanulás és a tudás irányába, nagyon-nagyon elkötelezett volt, és a mai napig
fejlesztés. Éppen ezért ő nagyon aktívan részt vesz a mi képzésünkbe. Nagyon szívesen jön hozzánk előadni, mindig elmondja, hogy nagyon szereti a hallgatói kérdéseket, hogy olyan okosakat és más oldalról kérdeznek a hallgatók, hogy ez egy igazi kihívás neki. Itt, amit említettél, ez a változtatás vezetés kurzus, ahol úgy dolgoztam, hogy mi nem tudhatjuk előre, hogy a következő hónapok, évek mit hozhatnak. De ezt jól látjuk, hogy az elmúlt évek komoly kihívások elé állították a sportvezetőket is, említettem már a Covid világjárványt, vagy említettem már az energiaválságot, és azon járt az agyam, hogy hogy tudjuk őket felkészíteni olyan külső változásokra, amelyekről előre nem tudhatjuk, de mégis ott állnak majd, és jó döntéseket kell hozni. És vendégeket hívtam, és István volt a kurzusnak az első vendége, aki nem is előadásra jött, hanem leült egy székre, és azt mondta, hogy na, akkor lehet tőle kérdezni. És ekkor valami csoda indult el, mert a hallgatók nem tudták, hogy ebben a formában fogunk dolgozni, és annyira okos kérdésekkel indítottak, hogy gyakorlatilag egy másfél órán keresztül egy nagyon erős szakmai diskurzus alakult, ami után az elnök úr is azt mondta, hogy nagyon-nagyon jó idejönni és okos fiatalok közt lenni. Egyébként ugye náluk még, mint említettem, a létesítménymenedzsmenten is lehettünk, akkor meg kifejezetten a Honvéd létesítményei, ami egy komplex létesítmény, hiszen nem csak a Tüzér utcában, nem csak a zsinagógai vívó csarnok, hanem a hajógyári szigeten is vannak létesítményeik, illetve ők az energiaválságot megelőzőleg már átmentek egy ilyen applikáció fejlesztésre, mint egy okos otthon, úgy működtetik a létesítményeket, applikáció által hőmérsékletet, vízszabályozás, energetika, tehát így másként tudták megélni azokat a nehezebb időszakokat. Ugyan a szabadidős sportról nem beszéltünk, de én azt kérem most, hogy így ezzel együtt foglald nekünk össze, hogy mi a te személyes tapasztalatod, hogy mennyire vonzó ez a fajta oktatási rend, hiszen itt nagyon sok mindenről esett szó, tehát a létesítményrendszerekről, a sportvállalkozások gyakorlatáról, az innovatív kurzusokról, és ez mindegy egységes egészé kell, hogy váljék. Igen, sőt, és ugye most csak egy fél évről beszélünk, hiszen a teljes, az egész szak egy 4 fél éves komplex, tehát még sok minden előttünk van. Nekem mindig az a célom, hogy azt meg kell értetni a jövő szakembereivel, hogy a körülöttünk levő valóság egyre komplexebb, és muszáj, hogy ők egy széles és hozzáértő aspektusból tekintsenek rá a mindennapok kihívásaira és működési problémákra. Mi így eléjük hozzuk ezt, és meggyőződöm, hogy ki a tehetségének, készségének, képességének, illetve a céljának megfelelően tudja ezt hasznosítani. Ugye valóban, ahogy kérdezted, a hivatásos sport mellett szerepet kap a szabadidősport aspektusa is. Ők ilyenkor átállnak, és még szerintem nagyon fontos, hogy csapatban dolgoznak. Tehát egyéni munkákat is, és úgy is fejlesztük a készségüket, képességüket, de hihetetlen élmény volt megélni, hogy maguktól is egy nagyon erős szakmai közösségé váltak. Mi is igyekszünk ebben élen járni, közös mérkőzés, látogatások, ezek a helyszíni programok, de bizony ők is szerveztek maguknak programokat, egyébként sportszakmai programokat, akár városunkhoz kötődően, akár tőlünk távolabb, és ez meg egy nagyon erős dolog, hogy ők képesek csapatban dolgozni, és a végzésüket követően ki megy a maga karrier után alumni és alumnaként, egyrészt mi is számíthatunk rájuk, az utánuk jövő korosztályok, másrészt ők is egymással nagyon jól tudnak majd együttműködni. Azt gondolom, hogy ez is ráfér a sport és a magyar sport világára is, hogy együttműködve gondolkodjanak a jövő kívánsai így kapcsán. Van, ez egy egységes kerek egész, ez az én tapasztalatom, és bízom benne, hogy ennek javát látja a magyar sport is. Ehhez kívánok én neked jó munkát, továbbra is jó munkát, sok munkát, lesz dolgotok bőven, nincs kétségem felőle, és természetesen ezt a beszélgetést is majd folytatjuk. Igen, várjuk ismét a hallgatókat, most egy február 15-i jelentkezéssel, hiszen 24. szeptemberében egy új évfolyammal indulunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ebből a beszélgetésből is kiderült, hogy az Óbudai Egyetem kivételesen jó úton jár, sportközgazdász szakon végzett fiatalok bebizonyíthatják azt, hogy sport nélkül nincs jövő, a 21. században sem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.